1000 kilométernél is hosszabb ösztáv és több mint 200 kilométer gyorsasági szakaszt kellett teljesítenie a Rally Európa Bajnokság nemzetközi mezőnyének. A Rally Hungary-vel zárult a 2019-es ERCLB. A versenyt a Super Speciál indította a Mária Pócsi Rabócs ringen, ahol a program nagy része sötétben villanyfénynél zajlott. A magyar rally futam második és harmadik napján Zemplén és Hegyalja korán sem könnyű pályáival kellett megküzdeniük a versenyzőknek. A változatos út- és terepviszonyok mellett az időjárás is nagy kihívások elé állította a mezőnyt. Sok korábbi bajnok el is vérzett a nem mindennapi gyorsaságikon. A magyar autósport színe java is rajthoz állt az Európa bajnokság utolsó futamán. Herzig Norbert 2009-ben szerezte első bajnoki címét. A négyszeres magyar bajnok az abszolút ötödik helyezést érte el a bajnokságban. Ugyanolyan verseny volt, mint amilyen az egész évünk, borzasztóan küzdelmes. Lehetőséget kaptunk arra egész évben, hogy küzdhetünk, ez nagyon jó, mindenképpen optimizmusra ad okot. Valamiért az égiek nem akarták ezen a versenyen sem, hogy egy jó eredményt tudjunk csinálni, pedig nem álltunk, vagy nem lettünk volna olyan messze tőle. 16 év után újra magyar EB futam győztest avathattak Nyíregyházán Turán Frigyes és Bagaméri Lászlónak. A szerencse is kedvezett az utolsó versenynapon. Először az EB címért hajtó angol Chris Ingram, majd a futam győzelemért versenyző Alexej Lukjanuk kapott defektet az utolsó gyorsaságin. Az utolsó gyorsági az borzatán életünk talán a legnehezebb gyorságja volt. Megfogadtuk, hogy ésszel megyünk, próbálunk nagyon vigyázni a defektre, az autóra, mindenre. Én úgy éreztem, hogy talán túlzásba visszük az óvatosságot, de úgy néz ki, hogy ez ennek köszönhető az, hogy itt vagyunk az elejében. 1967 után avathattak újra angol bajnokot a Rally Európa bajnokságban. A 25 éves Chris Ingramnak a Rally Hungary-n elért negyedik helyezés is elég volt ahhoz, hogy megszerezze az ERC Európa bajnoki címét. Pokoli nehéz volt, de végül minden jól alakult. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott. Végig éreztem, hogy nagyon sokan álltak mögöttünk, és hálás vagyok érte. Nyilatkozta az ifjú bajnok. A nehéz körülmények ellenére pozitív visszajelzések érkeztek a hazai szervezőkhöz, a versenyzők, a nézők és a Nemzetközi Autósport Szövetség részéről is. Óriási öröm az, hogy első alkalommal magyar győztest avatunk Turán Frici személyében. Ez a legszebb várakozásainkat is felülmúlta. Bebizonyítottuk azt, hogy a magyar pilóták versenyképesek, és rajta kívül ugye a top 6-ba még Herzig Norbi és Velencei Ádám is befért. Ezen kívül nagyon örülünk annak, hogy egy végtelenül szimpatikus angol versenyző Chris Ingram lett az Európa bajnok. A Rally Hungary igazi népünnepélye volt a térségünknek. Több ezres nézőközönség kísérte nyomon a futamokat a pályák széléről. Jövőre pedig újra Rally Európa bajnoki futam Magyarországon. Ezen belül is a verseny visszatér Nyíregyházára és Zemplénbe.